Fogalmazzuk meg az indítékainkat, miért vagyunk itt, miért foglalkozunk tudatos tudatépítéssel, belső ösvénnyel. Mert tudjuk, hogy a tudatunkat kell építeni, az mindennek a kezdete, a forrása, jónak, rossznak, és nem a világa, jó és a rossz forrása. Tehát ha tudatunk jó állapotban, akkor a világ is jó és szép, ha tudat rossz állapotban van, akkor a világ is rossz és csúf. Boldogság, szenvedés a tudatban kezdődik. Ezért tehát a tudatot jó állapotban kell tartani, ez a tudatépítés lényege. Képezni lehet ugyanúgy, mint a testünket, edzeni, képezni, építeni lehet. És a tudatban végtelen lehetőségek rejlenek, tehát szemben a testtel, ami csak egy életre szól, a tudatban végtelen lehetőségek rejlenek, a tudat nem csak egy élet dolga, hanem életről életre folytatódik, és amit ebben az életünkben képesek vagyunk fölépíteni a tudatban, az folytatást nyer a következő életünkben is. És a mi tudatunk egészsége és jó állapota a biztosítéka annak is, hogy mit tudunk elvégezni a világban mások javáért. Tehát egy zavaros, fejletlen, labilis tudattal nem tudunk igazából semmit segíteni másoknak érdemben, sem a világban. Hozzájárulni a világ jólétéhez. Ezzel szemben, ha a tudatunk egy egészséges, boldog, fejlett állapotban van, akkor nagy lehetőségeink vannak arra, hogy a világot is jobb világgá tegyük, másoknak segítsünk.
Tehát ezen vonalak mentén fogalmazhatjuk meg a saját indítékainkat, fontos, hogy a saját személyes módunkon fogalmazzuk ezt meg, mert akkor lesz a miénk. És amellett fogalmazzuk meg egy elkötelezettséget, eltökéltséget mostantól kezdve a tudatépítést folyamatosan végezzük, hétköznapi életben is, és formális meditációkban is. És erről az útról soha nem térünk le, soha nem alkozunk meg. Tehát mire épül a tudatépítés? A tudatépítés arra épül, amit úgy hívunk, hogy alapvető jóság. Tehát a tudatot igazából csak mondjuk így, hogy jelképes értelemben építjük. Tehát valójában a tudatot nem kell építeni, mert a tudat teljes nagyszerűségében itt van most, itt van mindig velünk. Teljes végtelen skálájával a lehetőségeknek, teljes belső egészséggel, nagyszerűséggel itt van a tudat. Tehát a tudatépítés gyakorlatban egyfajta leépítésnek is mondható. Tehát leépítjük mindazt, ami zavarja, eltakarja a tudatot, a tiszta, egészséges tudatot, amely már bennünk van. Mégis úgy hívjuk tudatépítés, miért? Mert az eredmény az érezhető, tehát érezzük, hogy a tudatunk épül. Ezért már fontos érteni, tudat épül. Az eredmény azt sugallja nekünk, hogy a tudatunk fejlődik. De, tehát nagyon pontosan értenünk kell, hogy a tudat már itt van, a tudat teljes, csodálatos nagyszerűségével itt van, már bennünk. Mint lehetőség. Ja? Ezt hívjuk úgy, hogy alapvető jóság. De alapvető jóság természetünk van. A tudatépítés útja tehát nem az, hogy megtanulunk egy csomó új dolgot, és azt ugye azt a fajta tudást, tehát egy extra tudást használunk, hanem sokkal inkább az az út, hogy fokozatosan ráébredünk, hogy mi is van bennünk. Föltárjuk, ráébredünk az igaz természetünkre, amely mindig is voltunk. Erről szól egy mese, amit itt elmondok. Az alapvető jóság a legvégső természetünk, ezért elpusztíthatatlan. Minden mást elveszíthetünk, de az mindig velünk marad. Minden megtanult tudománynál és művészetnél többet ér alapvető jóságunk felismerése. Először tehát a következő mese, amely Buddhának egy előző életéről szól. Egyszer régen, amikor Brahmadatta uralkodott Benáreszben, a jövendő Buddha az ő fiaként született meg. A bráminok megjósolták, hogy amikor apját követni fogja a trónon, hatalmas király lesz belőle. Minden erény birtokosa, messze földön híres, az
öt fegyver forgatásának művészetében való jártasságáról. Ezért az öt fegyver Királyfi nevet kapta. Amikor betöltötte a 16. évét, a király elküldte tanulni. Ki legyen a tanítómesterem? Kérdezte a királyfi. A világhíres tanító Takkasila városában, Gandhara országában. Királyfi elment Takkasilába, és kitanulta az öt fegyver művészetét. Öreg tanítójától megkapta az öt fegyvert, és elindult haza Benáreszbe. Útja egy erdőn át vezetett, ahol loncsos-mancsos a rém kísértett. Az erdő szélen az emberek megállították. Ifjú diák, ne menj az erdőbe! Ott benn loncsos-mancsos a rém kísért, mindenkit megöl. Azonban az ifjú hős, bátor, mint az oroszlán, folytatta útját, míg nem az erdő szívében találkozott a rémmel. A rém rettentő halakot öltött magára. Termeten magas, mint a pálmafa, feje, mint egy bozontos lugas, roppant szemei, mint a tálak, agyarai, mint a répák, orra, mint a sólyom csőre, hasa vörösfoltos, tenyere és talpa kékes-fekete. Hová erre? Bömbölte a szörny. Állj, az enyém vagy. Szörnyetek, válaszolta felébredt szellem hőse. Tudtam, mit teszek, mikor az erdőbe léptem. Gondold meg, hogy közelebb merészkedsz-e, mert mérgezett nyilammal végzek veled ott, ahol állsz. Azzal dacosan megfeszítette íját, és kilőtt egy halálos méregbe mártott nyilat a rémre. A nyílt csak beleragadt a szörny loncsos bundájába. Újabb és újabb nyilakat lőtt rá, míg nem mind az 50 veszője elfogyott, de hiába, mind a szörnyetek bundájába ragadt, sebet egy sem ejtett rajta. A rém leseperte magáról a nyilakat, és közelebb lépett. A királyi kardjával hatalmas csapást mért rá, ám 33 hüvelykes kardja is megakadt a szörny szőrébe. Most kopjával támadott, de az is a bozontba ragadt. Azután buzogányával mért rettenetes ütést, mint a többi fegyver, az is csak a bundába ragadt. Ekkor a hős felkiáltott. Szörnyetek, te még nem hallottál róla. Öt fegyver királyfiról. Mikor az erdőbe léptem, én nem a fegyvereimben bíztam, hanem magamban. Gyere csak, hagyd zúzzalak forrá. Jobb kezével rettentőt ütött rá, nem keze is csak a szörnyébe ragadt. Ezután bal kézzel, majd jobb és bal lábbal támadott, de hiába, mind csak a szörny bundájába ragadt. Végül homlokával ütött, de feje is csak oda ragadt. A hős azonban még így ötszörösen a rémhez ragadva és rettenthetetlen maradt. A rém gondolkodóba esett. Ez egy valódi oroszlán az emberek között, egy páratlan hős, nem közönséges ember. Bár egy olyan szörnyetek karmai közt van, mint én, meg se rezzem. Mióta ezen az úton az utazok egy gyilkolom, egyszer sem láttam hozzá hasonlót, hogy lehet, hogy nem fél. Nem merte felfalni a királyfit, hanem megkérdezte. Hogy lehet az ifjú diák, hogy nem félsz a haláltól? Miért félnék, felállt a hős? Hiszen minden élet vége a biztos halál. Ezen felül testemben törhetetlen kard van, melyet ha megennél, sosem lennél képes megerészteni. Ez a kard téged belülről apróra szabdalna, így az én halálom a tiédet is magával vonná. Ezért nem félek. A rém elgondolom. Ez a fiú igazat beszél. Egy ilyen hősből egy morzsányit sem lennék képes megerészteni. Útjára bocsátom hát, és mivel féltette saját életét, elengedte a felébredt hőst. Ifjú diák, emberek között oroszlán, nem eszlek meg. Menj utadra a kezemből, mint a hold ráhújéból,
Térj haza családod, barátaid és hazád örömére. Én magam most elmegyek, mondta a királyfi, ami azonban téged illet, múltbeli rossz tetteiből kifolyólag született gyilkos húsevő szörnyeteknek, születtél gyilkos húsevő szörnyeteknek, és ha ez életedben is folytatod a rossz tettek halmazását, akkor sötétségből sötétségbe jutsz. Azonban, mivel most találkoztunk, ezentúl képtelen leszel rosszat cselekedni. Emlékezz rá, hogy az élet kioltása nyomorult újjászületést okoz, pokolva, éhes szellemként vagy állatként, emberként születés esetében pedig rövid élettel jár. A felébredt hős megtanította a rémet az ártás kerülésének és az erények művelésének áldásaira, annak elméje attól kezdve a jó felé fordult. Nem ártott többé senkinek, és ahol csak tehette, segített. Az erdő jó szellemévé vált, az emberek szerették, tisztelték, és elhalmozták felajánlásokkal. A királyfi pedig hazatért Benárezbe, és később atya halála után igazságos és jó király lett. Ja? A sok fegyver azért beleragadt a bundába, igaz? Tehát a tudatépítés nem arról szól, hogy meg kell tanulnunk dolgokat. A tudatépítés arról szól, hogy rá kell ébrednünk, hogy mik vagyunk, kik vagyunk. Rá kell ébrednünk a belső adottságunkra. Ez a legnagyobb gyógyító erő. És nem csak a magunkat gyógyítjuk, hanem szörnyeket is tudunk ezzel gyógyítani. Hát ha van nagyobb rém, mint mi magunk. Nagyon fontos erre emlékezni. Tehát a meditáció útját nem szabad úgy megközelíteni, hogy na most megtanulok különböző technikákat is, mert a technikák így, meg úgy, ide, meg oda fognak ugye engem vinni, ilyen meg olyan erőkre veszek szert, és akkor gyógyítani tudom magamat, gyógyítani tudok másokat. Na, ugye sokan ezt így képzelik. Varázsformulákra kíváncsiak, ugye, hogy természet fölötti erőket ugye, tudjanak ugye, magukénak, ugye, teljesen téves út. Bennünk van az erő, bennünk van a gyógyulás forrása, bennünk van a boldogság forrása, a tudás forrása, mind bennünk van. Még emlékezzünk az ötfegyver királyról. A gyógyító trükkök azok mind a rém bundájába ragadnak. Ja. De ha megvan a belső kardunk, belső kardunk, tudatában vagyunk. Ja, az önmagában mindent megold. Van erről magyar mese is, ami szintén nagyon tanulságos, a megtanult tudás és a valódi tudás. Mit ér a tudomány és a gazdagság, ha a szívünk nincs a helyén? Ahogy mentem, mentegéltem, elmentem Pelegre, ott láttam jászolhoz kötözve a sok mesét, mint meg annyi tátos paripát. Ezt választottam, ezt a legszebbiket, erre felültem, tiszta elme országához, ezzel repültem. Hol volt, hol nem volt, meg az operencián is túlnom volt, az üveghegyen innen volt, elmém kidőlt, bedőlt kemencéjének egy csepp oldala sem volt, ami kint volt, bent volt, ami bent volt, kint volt, teli volt tünemények rengeteg kalácsával, ez se volt benne. Jó kérdés, nem?
Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a birkákat őrizte, meglátott egy tüzet. A tűzben volt egy kicsi kígyó. Kérte a juhászt, nyújtsa be a botja végét a tűzbe, szabadítsa ki őt onnan. Nem maradt hálátlan. Elgondolta magában a juhász, minek megmenteni ezt a kígyót, mikor úgyis az ördög cimborája. Művelt juhász volt, járt a templomba. De mégis gondolta, no, hát ha mégis jó lesz kivenni, mert néha az ördög is tehet az ember gyerekével valami jót. Hát ő is úgy jár vele. Így jár. Hát ha ő is így jár vele. Kivette a kígyót a tűzből, és mondta neki a kígyó, hogy csak arra vigye a botjával, amerre ő a fejét tekeri. A juhász meg azt mondta neki, hogy hát akkor mi lesz a birkákkal? A kígyó ezt felelte, ne féljen, azoknak nem lesz semmi bajuk. A juhász arra vitte a kígyót, amerre az a fejét fordította. Útközben a kígyó elárulta, hogy ő a kígyó király fia, és amikor a sok kígyó közé érnek, ne féljen, a kígyók nem bántják, mert őt viszi. Ha az apja elé érnek, az megkérdezi majd tőle, mit kíván. Háromszor kérdezi, de mind a háromszor csak a minden nyelvek kulcsát kérje. Majd azt mondja neki az apja, hogy tátsa nagyra a száját, és ha kitátotta, háromszor belelehel. A juhász megkérdezte, mit csinálja ő azzal a minden nyelvek kulcsával. A kígyó azt felelte. Azzal te még nagyon gazdag ember lehetsz. Ha pénzt kérsz, azt is kaphatsz, csak hogy az csak addig lesz pénz, míg onnan ki nem mész. Amint onnan kimész, az mindjárt szemét lesz. A juhász szót fogadott a kis kígyónak, és úgy cselekedett, a minden nyelvek kulcsát kérte. A kígyó királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek ne merje elmondani, mert akkor azonnal meghal. A kis kígyó kikísérte, hogy semmi baja ne essen. Juhász visszament a nyájához, a nyájat éppen úgy találta, mint ahogy ott hagyta. Lefeküdt a tűz mellé. Közeli fán egy kánya azt károlta. Hogyha tudnád, juhász, hogy min fekszel, akkor felkelnél, és többet nem is kellene a birkákat őrizni. A juhász ezt mindjárt megértette, tüstén fölkelt, fölásta azt a helyet, és ott egy nagy kazal pénzt talált. Azután bizony többet nem is őrzött birkákat, mert nagyon gazdag ember lett. Megházasodott, mert eddig nőtlen ember volt. Folytassuk. Eddig minden szép. Vegyünk nagy lélekbe. Ennél már csak szebb lehet, igaz? Egyszer a feleségével sétalolgásra ment. Az asszony úgy ült a kancára, ő maga pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Az meg azt mondta. Könnyű neked, te csak egyet viszel, én meg három. Ez is jó. Belevallott, és menyesek. Az ember erre elnevette magát. Kérdezte tőle a felesége mindent. De ő azt mondta, hogy nem mondhatja meg, mert ha megmondaná, mindjárt meghalna. Az asszony nem tágított, azt mondta, mindegy, ha meg is hal, csak mikor hazamentek, az ember megcsináltatta a koporsóját, hogy abban majd megmondja. Bele is feküdt. Kinn a kutyák nagyon vonyítottak, mert sírották a gazdáit. Megsajnálta őket, mondta a cselédeknek, adjanak nekik kenyeret, hogy ne vonyítsanak, de a kutyák bánatukban hozzá se nyúltak. Egy kakas odament, kezdte a kenyeret nagy egyként csipegetni, mire a kutyák elkezdték pirongatni, hogy inkább ő is sírjon, mikor a gazdájuk meg akar halni. A kakas erre azt felelte. Úgy
kell neki, hadd halljon meg. Nekem már volt 77 feleségem is, és egyszerre valamennyinek tudtam parancsolat. Kellene csak föl, szapogatnám meg a boldogabb végével, mindjárt nem kellene neki meghalni. Mikor ezt az ember meghallotta, elszégyelte magát. Felugrott a koporsóból, és ahogy a kakas mondta, úgy tett, az asszony nem verte meg, de nem mondta meg, mint nevetett, így hát életben maradt. Mi ebben a tanulság? Hát nagyon sok rétű a tanulság. Nagyon sok rétű a tanulság, a boldogság fölfelé és lefelé ívelő útjáról is szól a mese, de most nem ez itt a lényeg, hanem a lényeg az, hogy az igazi tudás belső felismerésből születik. Hiába volt a juhásznak minden szerzett tudománya és gazdagsága, hiszen majdhogy nem, ezért éppen ezek okozták a vesztét. Szerencséjére az utolsó pillanatban megjött a józan esze, és ráébredt alapvető képességre, a józanságra, amelyet senkitől sem tanult, hanem mindig is a sajátja volt. Na, így a kakas, mit csinál a kakas? Ez felébreszt, igaz? Reggel szól a kakas, és ébreszti a világot. A kakas a magyar népi hagyományból az ébredés jelképe. Nagyon fontos jelkép. Hát ugye a kakas felébresztette a bácsit, a benne rejlő alapvető bölcsesség, tudás, igaz? Amit nem lehetett, nem lehet megtanulni. Amit nem lehetett, de bennünk van. Erről szó. Most ennek a mesének már nem tudom kihagyni a párját, van egy indiai mese, amit ugyanez a mese, csak kicsit más környezetben. Azt is elmondom. Az ostoba király tudománya, indiai mese. Megvilágosodása előtti egyik életében Buddha az istenek országában élt, mint királyuk Sakka. Ebben az időben történt, hogy Senaka, Benares királya, jó barátságban volt egy kígyószellem királya. Egyszer a kígyószellem király kígyó alakot öltve feljött a földre, föld alatti szellem országából, ám egy csapat gyerek meglátta, és dobálni, ütlegelni kezdte. A király éppen kertjében sétált, és észrevette őket. Testőreivel elküldette a gyerekeket, és így megmentette a kígyó életét. A kígyószellem király éjszaka eljött megmentőjéhez, hálából kincsekkel halmozta el, és megajándékozta egy különleges varázserővel. Ez egy megfizethetetlen értékű erő, bárkinek elárulod titkát, azon nyomban tűz általi halállal halsz meg, mondta búcsúzású kígyószellem király. A király elfogadta az ajándékot. Ettől kezdve minden nyelvet értett, még a hangyákét is. Egy nap palotája erkélyen reggelizett, és egy morzsányi kalács, egy parányi melasz és egy csepp méz a földre hullott. Meglátta ezt egy hangya, és lelkendezve hívta a társait. A király mézes bödöne eltörött, nekik az egy mézes bödön volt, a melaszos kocsia és a kalácsos kocsia felborult, gyertek, minnyája mézet, melaszt, kalácsot enni. Hallotta ezt a király, és jót nevetett rajta. A királynő, aki a közelben volt, megjegyezte magában. Mit nevet a király, mit láthat? Étkezés után a király fürdőt vett, majd leült székére. Ekkor egy légy így szólt a feleségéhez. Gyere, asszony, hadd vegyelek a karomba! Várj egy percet, kedves felelt a légyasszony, mindjárt hozzák a király illatszerét, és egy kevés biztosan le fog hullani a földre. Beillatosítom vele magamat, és azután leszek a tiéd a király hátán. Király mindezt végighallgatta, és elnevette magát. Mit nevet a király, mit láthatunk, gondolta a királyné úgy. Vacsora közben a király leejtett egy szemrist a földre. A hangyák kiáltozni kezdtek. A polotában összetört egy rizses kocsi, és senki sincs, aki a rist megegye.
király ezen is jót kacagott. Vajon a király én rajtam nevet gondolkodott el a királyné. Este a hálószobában megkérdezte urát. Mit nevettél, király? Mi dolgod azzal, hogy én mit nevetek? Válaszolt a király, de felesége makacs faggatásának engedve végül elárult a vidámsága okát. Áruld el a varázslat titkát nekem, folytatta az asszony. Azt nem tehetem, mondta a király, de az asszony ennivel nem érte be, hanem csak tovább faggatta. Ha ezt elárulom, meghalok. Az se baj, ha meghalsz, csak áruld el. Úgy látszik, India, Magyarország. Nincs különbség. Jól van, engedett végül a királyt, aki az asszony hatalmában volt. Azzal felült kocsijára és elhajtott a parkba. E pillanatban Szakka az istenek király letekintett a földre, és látván mi készül, így szólt. Ez az ostoba király képes meghalni az asszony miatt. Visszaadom az életét. Azzal magához vette Szudzsát, a félisten leány, és Benárecbe ment vele. Maga kecskebakká változott, a lányt pedig kecskévé változtatta, de úgy, hogy az emberek számára láthatatlanok maradtak, és a király kocsija elé álltak. Tehát ugye a király látta őket, de a többieknek mások nem láttak. A király és lovai kivételével senki sem látta őket. Hogy ürügyet találjon a beszélgetéshez, úgy tettek, mintha a bak meghágná a kecskét. A fogad egyik lova rájuk szólt. Kecske barátom, hallottam róla, de még saját szememmel sosem láttam, hogy a kecskék milyen ostobák és szégyentelek. Azonban most te hogyan csinálsz mindenki szeme láttára, amit titokban elrejtőbe kellene, és nem is szégyeled magad miatta. Amit hallottunk, megegyezik tehát azzal, amit most látunk. Te beszélsz, ostoba szamár, felelt a bakkecske. Elmondom, miért vagy az. Szádban zablát harapsz, fejed gyeplő fordítja, és ha elengednek, sem futsz el, te bolond. Nálad csak az a butább, akit viszel, szemben. Király értette szóváltásukat, és gyorsan elküldte a kocsist. A ló még hozzátette. Igaz, uram, kecskék királya, jól látod ostobaságomat, de hogy Szenekájé miben áll, kérlek árul most el. A kecske ezt a magyarázatot adta. Ő a legféltettebb kincsét asszonyának dobja, kinek hűségét magához biztosítani nem tudja, és önnön életét veszélybe sodorja. E szavak hallatán a király így szólt a kecskéhez. Kecskék királya, te biztosan a segítségemre lehetsz. Mondd meg, mit helyes tenni. Király, minden állat legféltettebb kincse önmaga. Nem helyes elpusztítani önmagad, és eldobni kiérdemelt tiszteletet semmi áron. Egy királynak, mint neked, lehetnek vágyai, ám lemond róluk, ha élete a tét. Fő dolog az élet, nyomogasson nála. Az életed biztos, ha életed biztos, vágyaid megtarthatod. Ekképp oktatta a jövendő Buddha a királyt. A király megörült, nagyon is kérdezte. Kecskék királya, honnan jöttél? Én Szakka vagyok, eljöttem könyörületből, haláltól megmentsem. Istenek királya, megígértem királynémnek, hogy elárulom a titkot. Most mit tegyek? Nem kell mindkettőtöknek tönkre menni ebbe, csak annyit mondj, hogy ez a varázslat átadásának módja, és némi verés után már nem lesz többé kíváncsi rá. Király megértette, hogy visszatért palotájába. Hivatta a királynét, és megkérdezte. Akarod-e a varázslat titkát? Igen, uram. Akkor átkeressed a szokásos teendőkre. Mik azok? 100 csík a háton, de egy hangot sem szabad adni. A királyné beleegyezett a varázslat iránti vágytól hajtva, két szolga neki állt korbáccsa két oldalról, de ő két-három csapás után felkiáltott. Nem kell a varázslat, mire a verést abba hagyták és útjára engedték. Soha többet nem szólt egy szót sem róla. Ja. Ilyenek a
indiaiak. Ja, tehát erről szólna tehát a meditáció útja. Meditációt nem megtanulni kell, hanem a meditáció egy eszköz ahhoz, hogy a meditáció nem arra való, hogy új dolgokat tanuljunk meg. A meditáció arra való, hogy a legrégi dolog kezdett óta a miénk, mindig a miénk volt, és most is a miénk. Ez a legrégi dolog. Följöjjön onnan a mélyből. Ja? Megmutassa magát. Erre való a meditáció. És ezt értjük, akkor a gyógyító erő természetes lesz. A gyógyító erőt nem próbáljuk létrehozni. Gyógyító meditáció felszabadítja ezt erőt, és nem próbálok teremteni, létrehozni egy erőt. Na, egy erőt, amit én akarattal létrehozok, és akkor azzal gyógyítok magamat, gyógyítok másokat. Na, erre nincs szükség. Nem csak, hogy nincs rá szükség, ez nem működik. Ez nem működik. Na, gyógyítanak, itt van. Nincs lehetőség. Engedni kell, hogy működjön. Ennyit szerettem volna most ma mondani, mert most már így alakultnak is. Ha valakinek van kérdése, akkor ideje, akkor tessék mondani. Hát, hogyha nincs, akkor így is jó. Tegyük újra össze magunkat. Ennek a csodálatos mai délelőttnek a érdemeit, szeretett energiáját, amelyet itt sikerült közösen felszabadítanunk, és amely téridő függésen túli, kezdettel, végtelen, nem függ helytől és időtől, ezt az energiát tegyük közkincsé. Ajánljuk fel az összes lénynek, ezáltal gyógyuljanak, ezáltal legyenek boldogok, ezáltal éljék el a tökéletes szabadságot. Egészséget, jólétet, boldogságot. Mert gondoljuk ezt nagyon erősen, ezzel a gondolattal ajánljuk fel.
mégis most lenne egy kérdés. Most lenne egy kérdés. Hogy lehet valakinek a meditációval kapcsolatban, hogy tudok én valakinek kívülről egy erőt küldeni, hogyha az mindenkitől belülről kell jönnie? Ezen gondolkodtam most. Meditáció viszonylatban igazából, tehát amikor erről a fajta erőről beszélünk, nincs külső és belső. Tehát azt mondjuk, hogy ez az erő, ez nem függ tértől és időtől. Tehát azt jelenti, hogy itt nincs külső és belső. Ez egy olyan egyetemes erő, ja? Olyan egyetemes erő, ami mindenütt jelen van. Ja? Én magamba előállítom, és azt állítom. Összavadítom. Összavadítom. Ez vagyok. És mondjuk, nincs az, hogy közel és távol ebben, tehát itt tér, idő, csak fogad, az ember korlátozva a világát, a szemléletét, és ugye az kivatvány, nagyon határol bennünket, tér, idő, és amikor ezzel a fajta erővel dolgozunk, akkor ezt a gondolkodást félre kell tenni, tehát ez az erő, nem függ tértől is időt, nem tudsz gondolkodni. Most én itt vagyok, ő ott van, és innen én neki oda küldök valamit. Ja? Nem is kell gondolkodni. Hanem, hát úgy, ahogy a meditációban csináljuk. Ja? Engedjük, először fölkedjük ugye a múlban ezt az erőt, és engedjük, hogy az erő hasson. Ne csak ránk, hanem mindenre. Mindenkire, mindenre. Ja? Ezen a módon kell csinálni, ahogy ma is csináltuk a meditáció végén. És nem lehet ki gondolkodni többet rajta, hogy most ez hogy működik, hogy nem működik. A nap sem gondolkozik azon, hogy most ő működik, vagy nem működik. Tehát tudom egy személynek küldeni, vagy mindenkinek, mert tudom például a nővéremnek küldeni, vagy valakiről tudom, hogy Peter, vagy... Ezt úgy kell, hogy úgy, tehát, hogyha valaki személynek különösen akarunk segíteni, akkor ez történik, tehát először fölkeltjük ezt, összeszedjük magunkat, felszabadítjuk ezt az erőt magunkban, ja. Utána engedjük, hogy az erő hasson az egész világra, az összes lényre, és akkor ott külön gondolhatunk őre, ő is ott van, benne van, tehát. Az összes lény között ott van. De úgy, hogy csak neki küldeni, az úgy nem működik. Az úgy nem jó. De ilyen stúdium volt, hogy imádkoztak, hogy kiadták a betegeknek a nevét, apácáknak, buddhistáknak, és akkor azok imádkoztak valakikért. Igen. Ezért én ezt nem értem, hogy ez hogy működik. Ez most így hirtelen így eszembe jutott. Hát ugye nem tudjuk, hogy milyen imákat mondtak, ugye ez csak egy ilyen általános laikus, külsősnek a leírás, hogy imádkoznak valakiért. De hogyan? Hát mi is meditálunk valakiért, imádkozunk valakiért. De hogyan? Ugye? Hogyan? Ez a kérdés. Lehet valakiért úgy imádkozni, hogy valakiért úgy imádkozni. Megpróbáljuk ugye csak őre koncentrálni a energiát, és az nem fog működni. Lehet, hogy valami hatása lesz, de ez nem igazán tartós és nem igazán hatás. Ezzel szemben az ember megtanul rendesen meditálni, de tényleg rendesen meditálni, az azt jelenti, hogy az összes lényét, az összes lényét, hogy az összes lényét között ott van ő is. Ja? Hát mi ugye vizualizációink vannak, kezdettől fogva, hogy a vizualizációk úgy vannak, bármit csinálunk, meditációt, például van ugye buddhista menedék vizualizáció, ott úgy van, hogy velünk szemben vannak ugye buddhák, megvilágosultak. Körülöttünk van az összes lény. Ja? Bal oldal, balra tudjuk rá az anyánk ebben az életünkben, ebből az életünkből, és az összes anyánk az összes többi életünkből. Jobb oldal áll az apánk ebből az életünkből, és az összes többi életünkből, az összes apánk. Ja? Előttünk van az összes ellenségünk. Hátunk mögött van az összes akadályozónk. Ja? Az összes lény itt van. Ja? De az összes lényen belül ugye, még tudunk arra gondolni, hogy itt az apám, itt az anyám, itt az összes lény, de itt az anyám. Ugyanígy lehet gondolni valakire, csak segíteni akarunk. Az összes lény itt van, de az összes lény között ott van az, akinek segíteni.
ezen a módon lehet segíteni jól. Mert ugye ez az erő, amivel dolgozunk, ez egy végtelen erő. Végtelen erő, hogyha behatároljuk, akkor az már nem végtelen erő, és akkor már nem használható. Ja. Végtelen erő. Ez az apu hod med be. Nagy elefántokhoz, nem barlangjára. Ez lesz belőle. Nagy elefánt nem tud bemenni az oroszlán barlangjára. Nem is kell tud bemenni. Nagy elefánt az oroszlán barlangjára. Tehát az egyiknek ilyen betegsége van. Egyébként így lesznek egy használatot. Ezek már mind korlátozunk. Ezek már mind korlátozunk. Elrészed egész. Hát, hogy egy mesterségesen szitott energia lesz belőle, és tehát neked is rossz, mert elfáradsz, elfáradsz, kimerülsz tőle, és a másiknak se jó, mert nem egy igazi energiát kap, csak egy ilyen viszonylagos valamit lehet, hogy kap, nem biztos, lehet, hogy kap. Ez nagyon... És a másik pedig nagyon fontos, hogy nem szabad várni a visszajelzéseket, azon megint megöljük az energiát, visszajelzés, hogy akkor most rá gondoltam, és akkor utána fölhívom. Érezted, hogy az nem jó. De hát a Reikibe is így működik, nem? Az ő dolgok. Az ő dolgok. Tehát a visszajelzések nem jók, nem szabad. Semmiféle meditáció van. A visszajelzéseket várni, figyelni, az pontosan az ellentéte az egész. A meditációnak a lényege éppen az, hogy nincsenek referenciák, tehát nem kell külső visszajelzésekkel foglalkozni. Pont ez a lényeg a meditációnak. Ugye, mert ez a tudat természete az olyan, túl van minden viszonyítási ponton, túl van. Most, hogyha a viszonyítási ponton ugye, megjelennek, abban a pillanatban meghalt minden. Tehát feltétel nélkül, ez a redó mepa, úgy mondják tibetiek, a redó mepa, úgyhogy most úgy mondják, a redó mepa azt jelenti, hogy félelem és elvárás nélkül. Aggály és elvárás nélkül. Mit jelent itt az, hogy küldök valakinek energiát, és aggódom, hogy megkapta-e. Igaz? Tehát ez az aggályt jelent, a félelem. Félek attól, hogy esetleg nem kapta meg. És elvárom, hogy akkor őre hasson ez az energia. Hát nyilvánvalóban már csinálom. Ez az, amit nem tudom. Redó meta. Félelem és elvárás nélkül csináljuk. Akkor ez. Jó. Ja. Aztán, hogy fölmegy az opera énekes a színpadra, és azért énekel, hogy tapsoljanak neki. Hát akkor megbogottam. A színgörcs. Nem az énekel, az énekel, mert énekelni akar. Mert ez az élete. Ez az élete is. Neki ez jelenti az élete értelmét, hogy ő énekel. Eljátszik egy szerepet, és abban benne van. Megvalósít egy szerepet. Nem az, hogy felmegy, hogy most tapsolnak, és egyre kevesebbet tapsolnak, akkor összeomlik. Hát de mindennel így vagyunk, mindennel. Tehát az élet legapróbb mozzanataival is, ha az ember elvárásokkal és félelmekkel indul el, akkor adva van a szenvedés a végén, a sikertelenség. Adva, adott a szenvedés. Hát az első lépés az, hogy megszabadulni a félelmektől, elvárásoktól. Nagy lelkűnek lenni, nagy vonalúnak lenni. Ja? Vagy mint a szakács. Szakács, aki 100 embernek főz, az nem aggódik azért, hogy ő éjjel marad. Vajon nekem jut-e? Ja? Nem aggódik. Nem is kell, neki saját magának nem kell külön főznie. Főzök 100 embernek, azt nem még magamnak is egy kicsit. Főz
főzés közben már rég jól lakott. Ja? Rég jól lakott. Csak főz. Azért, mert a többieknek akar élelmet adni. Közben már rég jól lakott főzés. Mikor ők megkapják az ételt, az a gázsban ilyen köré. Bon. Ragyog, külös. Ezzel szemben, ha valaki csak magának főz, vagy csak valakinek főz, hát ez tiszta nevrózis, ugye? Nehogy valaki meglássa, nehogy valaki elkívánja, nehogy valaki is ilyet akarjon, mert akkor baj van, elvegye. Ja? Probléma. Ja, ez nagyon fontos. Nagy lelkűség. Nagy lelkűség, nagy vonalúság, határok nélküliség. Nincs téridő, nincs az, hogy közel-távol, nincs az, hogy kezdet és vég. Ja? És a tártosok is így csinálják ezt? Tökéletes. Mondjuk legutóbb volt egy tártos, hogy és akkor ő is mondtam, hogy lehet valaki segíteni. Én nem tudom, hogy a tártosok hogy csinálják, az az ő dolog. Csöppeszük van, akkor így csinálják. Megkérdeznek, hogy megkérdeznek. Ez tényleg alapfogalom. Ez a redome paratis. Ez még nem is a meditáció útján, az egyszerű életvitel, egyszerű élet. Tehát a tibetiek, akik nem meditálnak, egyszerű parasztemplet. Ja? Azt se tudják mi az, nem is hallották a szót, hogy meditáció. Ja? De azt tudják, hogy a redome paratis. Ja? Csinálsz valamit. Elvárások és félelmek, aggályok nélkül csináld. Bármit, mindent. A paraszt nem azért megy ki a földre dolgozni, hogy hívják miatt. Nem azért megy ki, hogy nem az aratás miatt megy ki a paraszt. Ez az élete. Nem is tud mást. Ez az élete. Ez egy komplett élet, aminek csak egy kis része az, hogy aratás van, ugye? Nem? Valószínű. Az én meditációmmal foglalkozok. Kis része. Hogy ezt hogy tudom akkor így átítetni. Ja. Tehát az ember magának okos szenvedés, hogyha ezt nem érti. Fölösleges szenvedés. No. Tehát nem kellenek a visszajelzések, nem kellenek a visszaigazolások, nem kellenek a külső viszonyítási pontok. Tehát nem kellenek semmiféle korlátok a meditációval foglalkozni. Ez nem a mi dolgunk. Az embernek arra kell csak, abban kell biztosnak lennie, hogy a legjobb tudása szerint megalkuvás nélkül elvégezte a dolgát. Ennyi. Ez egy belső bizonyosság. Ez nem úgy van, összehasonlítom most. Az én tudásom, hogy én mi az én legjobb tudásom, azt nem lehet összehasonlítani másokkal, ugye? Ez nem abból születik meg, hogy jobb vagyok másoknál, vagy rosszabb vagyok. Amire képes vagyok, azt csinálom, kész. Ennyi. A legjobb tudomásom. Mert és az emberek rámondják, hogy hát, ami tőlem telt, hát nem így. Ami tényleg tőlem kell, azt megteszem. És akkor az ember nyugodt lelkiismerte azt, hogy megcsináltam. Ekedő lesni, hogy akkor visszaigazolások. Akkor inkább ne csináljuk az egészet. Akkor inkább ne csináljuk, inkább aludjunk jól. Így egy sört lehet és és annak az erejével, tehát a jó érzem, hogy az hogyan van. Én meg úgy gondolom, hogyha megvan bennünk az alapvető jóság, és ha aggályok és félelem nélkül küldjük akár a
a mantrával, vagy akár az imával, ahogy ő mondta, hogy imádkoztak régen a papok, én eddig azt hittem, hogy ugye a kimondott szó ereje az hatalmas. Hallottuk eddig. Igen. És akkor most ez megdől, ez az egész? Nem dől, ez meg dehogyis. Tehát vannak ugye mantrák, amik ugye ezek a mantrák megvilágosultaktól származnak, nem mi találtuk ki, nem emberek találták. Vannak imák, különböző vallásoknak vannak imái, amikről ugye azt mondjuk, hogy Istentől származnak, igaz? Ja? Tehát akkor ezek végül mégiscsak hatnak a kimondott. Hát ezek mind, ugye a mi nyelvünkön szólva, ez mind a alapvető jóság. Ez az, igen. Alakot öltése. Szóval, ja, az alapvető jóság alakot öltése, az alapvető jóság energiának a megtestesülése szóval. Hogyha ezek olyan imák, hogyha az ember csak maga talál ki imát, az kicsit más. Ott is sokat segíthet az ember, tiszta szívből, odaadással csinálja, de azért más egy olyan imának az ereje, ami mondjuk egy megvilágosultaktól jön. Tehát, mert azok ugye már túl vannak a határokon, korlátokon, tehát az az energia, az már a alapvető jóság, tiszta ereje, amit az ő szavaikban megfogalmazott. Ja. Tehát ezért itt nincs ellentmondás, tehát az imáknak, mantráknak az ereje, az ilyen mantráknak az ereje, tehát az alapvető jóságnak a hangbeli megjelenése, ja, megnyilvánulása. Tehát teljesen egyben van a kettő, tehát semmi ellentmondás nincs. És ez így van, persze, mantráknak, imáknak igenis nagy erejük van, hogyha azokat megfelelően alkalmazzuk. Most nyilvánvaló, hogyha van egy ilyen ima, akár egy buddhista, akár egy keresztény, vagy egy muszlim, vagy akármilyen ima, ugye, amely tehát mondjuk így, hogy megvilágosult mesterektől származik, vagy Istentől származik, vagy nem tudom én, vagy profétától, tehát ugye megvilágosult mestertől származó ima, vagy valaki látomásban kapta ezeket az imákat, ugye maguktól, Buddháktól, vagy nem tudom én, szentektől, akkor ehhez az imához jár egy módszer is, egy metódus. Ja? Egy módszer. Amiben ugye nagyon fontos szerepet játszik, tehát hogy hogyan mondjuk, igaz? Azt is meg kell tanulni vele együtt. Igaz? Tehát azt mondjuk, hogy elvárások nélkül. Félelmek nélkül, igaz? Külső viszonyítási pontok nélkül. Ez mind hozzátartozik? Hát, hogy valaki imádkozni tudjon, akkor ezt tudnia kell. Odaadással, igaz? Tiszta odaadással. Ha lehet, akkor ugye, amit a buddhizmusban úgy hívjuk, hogy a megvilágosult szellemével, ez azt jelenti, hogy az összes lény javának a szolgálatáért, ja? Stb. Tehát ezek mind módszerek, amik vele járnak az imával. Tehát az, hogy csak egy ima, föllapozok valami vallásnak a könyvét, valami imát veszek belőle, de ezekkel nem foglalkozom, tehát nem az vagyok a szellemi úton, elolvasom az imát, az nem biztos, hogy ugyanolyan hatást fog ugye, elérni, mint hogyha az ember tudja, hogy hogyan kell fölkelteni a megvilágosulás szellemét, az összes lény szolgálatának a szellemét, és így tovább. Ja? Ezek aztán borzasztóan felerősítik ezt. Az igazi odaadást föl tudja kelteni az ember. Elvárás nélkül tudja mondani az imát. Ugye ezáltal ugye a imában lévő áldást föl tudja szabadítani, mert ha minden az ember elvárásokkal csinálja az imát, mondja az imát, akkor nem tudja felszabadítani az imában lévő energiát, csak egy kis részét esetleg. Ja? Ja? Tehát ha valaki úgy mondja az imát, hogy azt mondom ezt az imát, ja? Mondom az imát, mert tudom, hallottam, hogy ez az ima erős, de én mondom az imát, és én ennek az imának a segítségével segíteni akarok valakit, hát
az egész elment az erdőbe. Ja? Ez így működik. Tessék? Ez így működik a katolikus egyháznak. Lehet, nem biztos. Tehát ott is módszerek vannak. Módszerek. Hát ott is az igazi ima, ugye a katolikusoknál is az igazi ima, az túl van azon, hogy ego, ja, túl van azon. Tehát nem én mondom az imát, hanem ott odaadással mondják az imát. Ott is. Odaadással, önátadással mondják az imát. Önátadás azt jelenti, hogy az ember túl teszi magát a kicsinyes gondolkodáson. Ja. Vagy az Isten szolgálatában mondja az imát például. Az Isten, szolgálatáért. Igen. Ezzel az imával tudom legjobban szolgálni az Isten, ugye? Például. Ilyen gondolatok vannak. Buddhizmusban inkább azt mondjuk, hogy ezzel az imával tudjuk szolgálni az összes lény. Kettő gyakorlatilag, a gyakorlatban ugyanazt jelent. Ugyanazt az eredményt. Tehát egy módszer is jár az imával, ez nagyon fontos érteni. Módszer, nem elég az ima. Ha csak úgy mondom az imát, az a papagáj is meg tud tanulni egy imát. Igaz? Például a karnapának voltak madarai, azoknak megtanította a mantrákat. Volt egy ilyen madárháza, és lehet látni, van ez a film, a Lion's Roar, az oroszlán tüvöltés, az a cím, ami 16. karnapnak életéről szól. És ott van egy, mutatnak egy ilyen madárt, egy fekete csörös madár, és mondja, hogy karnapa gyena van. Utána mondja a képbe, karnapa gyena van. Hát ugye, hogy például voltam egyszer Belgiumban, nagyon régen, volt egy ilyen étterem, és ott volt szinte egy kalitka, benne volt egy madár. Egyszer csak elfütyült a Marseillaise-t. Elfütyült a Marseillaise-t. Egyenlő kékes fix szóval eldalolt a Marseillaise-t. Hát az első sorát. Ja. De hát ő nem tudta, hogy ez a jót tesz, vagy rosszat, úgyhogy mondta. Na, a lényeg az, hogy tehát ezek nagyon fontos dolgok. Mindig a meditáció, ima esetében nagyon fontos. Nem csak a meditáció, és ima, hanem hogy hogyan csináljuk. Hogyan csináljuk. Nem csak, hogy mit mondunk, hanem hogyan mondjuk. Ez vele jár. Nem lehet kitépni valamit ugye a környezetéből. Nem lehet kitépni, hanem az hozza magával az egész összefüggést, igaz? Hozza magával. Hát az ember megtanul egy mantrát, egy meditációt, sok magyarázat jár vele. Nagyon sok magyarázat jár vele. És akkor komplett, egy egész csomag, igaz? Egy egész csomag. Egész csomag, nem csak egy kiragadott dolog. És ezt meg lehet kérdezni, olvasni lehet ezekről. Akár melyik vallásnak az imái, hogyan megtanulni imádkozni, maga minden vallásban egy külön. Feladat, ugye? Nem csak ima is, meg is kell tanulni, hogy hogyan mondjuk. Ez nem érdekes, ez nem is néztem, mint egy rosszán szépen. Ugye a meditációbannak is bizonyos értelemben ugye az a vonzereje, ugye az emberek szemében, hogy módszer, megtanulok egy mantrát, megtanulok egy technika, nem is módszer, technika. Ez az európai fel. Igen, európai. Ez teljesen el kell felejteni. Technika magában nem üdvözíti.
Jó.